Elin, a terápiás Golden Retriever a gazdája minden rezdülésére reagál, miközben kizárja a külvilágot. Az a feladata, hogy részt vegyen annak a falnak a lebontásában, mely néhány gyerekben felépül a kutyákkal való kapcsolatban. Kutyát tartani egyébként is csak látszólag egyszerű döntés, de ha a sokat emlegetett felelős állattartáshoz az is hozzátartozik, hogy végig gondoljuk, valóban felkészültek vagyunk-e egy új társ fogadására a családban. És van, aki később lesz valamiatt kutyabarát vagy, de van ez is, tehát vannak kutyabarátok, meg akik nem barátkoznak a kutyákkal. Tehát ez én azt mondom, két irányú dolog, tehát az, hogy viszonyul hozzájuk, és mi a elképzelés a kutyatartása kapcsolatosan. Nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy ez egy abszolút könnyű dolog, és amikor gyakorolják a kutyatartást, vagy esetleg a képzését, akkor szembesülnek azzal, hogy nagyon sok befektetés kell ahhoz, hogy megfelelő vagy kezelhető kutyus kell legyen belőle, és csak annyit lehet elvárni tőle, amit beleteszünk, tehát munkát, energiát, időt. Mindig azt szoktam tanácsolni, hogy aki erre adja a fejét, az informálódjon. Egyrészt már a kutya fajtáját tekintve, másrészt az elképzeléseket, hogy mit szeretne, és nem utolsó sorban az, hogyha egy ilyen ezt bevállalja, akkor ez általában egy 10-12 évre olyan kötelezettség, vagy feladat, amit sokszor nem lehet átruházni, tehát ezzel számolni kell. És azzal is, hogy össze kell barátkozni a család legfiatalabb tagjait a jövevénnyel. Ez általában nem okoz gondot, ha csak a gyerek, vagy inkább a szülő eleve nem negatív attitűddel áll a kutya és a gyerek kapcsolatához. Egy terápiás felkészítés jót tesz nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is. Mindenféleképpen szoktuk javasolni a szülőknek, hogy egy-egy ilyen foglalkozást látogassanak meg, mielőtt otthonra kutyát szeretnének. Ott meg tudjuk a gyerekeket is tanítani a felelős állattartásra, arra, hogy hogyan nyúljanak a kutyushoz, hogyan kezdeményezzenek vele kapcsolatot, hogyan figyeljenek a testjeleikre, milyen kutyushoz mehetünk oda, melyiket jobb, hogyha elkerülik. Úgyhogy egy-egy ilyen foglalkozás, ez nagyon jó tud erre is lenni. A szülők is látják, a gyerekek is megismerkednek azzal, hogy mennyi felelősség egy állatot tartani, illetve, hogy mi minden feladatunk van, hogyha állatunk van. Fogd meg a fésűt, nézd csak, égni, és ott meg tudod szépen fésülni a bundáját. Yeah. Ügyes voltál. A szorongósabb gyerkőcöknek, aki esetleg nehezebben nyit mások felé, vagy nehezebben teremt kapcsolatot, akár a pedagógussal, akár diáktársaival, az ő számukra nagyon-nagyon hasznos tud lenni a kutya jelenléte, mint motiváció. Nagyon sokan jönnek úgy, hogy fél a gyerkőc, mert megijesztette egy kutya a játszótéren odaszaladt, megijednek, ilyenkor mindig elmondjuk, hogy a terápiás kutyáink milyen szigorú vizsgákon vannak túl, milyen feltételekkel lehetnek ők így gyerekek között, és nagyon nagy bizalommal tudnak lenni akkor is, hogyha látják, hogy a társaik bátran, ügyesen játszanak velük, előbb-utóbb azért szoktak oldódni, és be tudnak ők is kapcsolódni a további játékba. Egy ilyen nap eredménye sok esetben az, hogy a gyerekben megfogalmazódik a vágy egy négylábú barát iránt. És hogy mi volt a kutyaiskola tagjainak célja? Kutyaiskola látogatók ismereteit bővítsük, másrészt pedig azt gondolom, egy kevés fórum van, ahol ezzel kapcsolatosan információkat, és főleg gyakorlati információkat szerezünk, és nem utolsó sorban azért, hogy utánpótlást keressünk, találjunk a kutyás társadalom részére.